Gábor, most, hogy megvan az első győzelmed az MTK színeiben, mennyivel volt másabb levezényelni az edzéseket, mennyivel másabb így készülni a következő fordulóra? Hát ez nem az én első győzelmem volt, hanem nyert a csapat, ez a fontos. Nem arról szól, hogy most én hányat nyerek, vagy hányat nem. Hát együtt nyerünk, együtt vesztünk. Nyilván ez egy ilyen régi közhely, de ez valóban így van. Nyilvánvalóan egy ilyen rossz sorozat után egy nagyon nagy dolog volt egy ilyen győzelem. Nem csak azért, mert győztünk, hanem ahogy győztünk, meg ahogy játszottunk, azért óriási előrelépés volt. Nyilvánvaló, ezt elmondtam a csapatnak is, tehát semmi se dőlt el, nem dőhetünk hátra, de építkezni belőle, hogy valóban, tehát hogy jó felé megyünk, nyilván ilyenkor könnyebb dolgokat átadni a játékosok, könnyebben veszik be, meg jobban bíznak magukban, meg mert részünkről meg volt eddig is a bizalom, úgyhogy dolgozunk tovább. Hétvégén a Fehérvárt fogadjuk, ők vereség után érkeznek hozzánk, hogy érzed, ez változtathat a meccs kimenetelén? Hiszem, hogy köze van hozzá, mi is vereség után voltunk itt az Újpesten, aztán nyertünk, tehát ilyen statisztika nincs, hogy a vereség után győzelem jön, vagy fordítva. Minden meccs más, nyilvánvaló a Fehérvárnak más céljai vannak, voltak, mint nekünk jelen pillanatban. Azt is látjuk, hogy bajnokságban igazából mindenki megverhet mindenkit, mindenki kikaphat mindenkitől, tehát volt itt már erre és arra is példa. Nyilván nekünk ahhoz, hogy egy kicsit nyugodtabb zónába tudjunk kerülni, ehhez mindenképpen szeretnénk nyerni. Ha úgy áll hozzá a csapat is így mer játszani, akkor nyilvánvalóan okozhatunk meglepetést, nagyon bízunk benne, de csak akkor, hogyha egy picit se veszünk vissza az iramból meg a játékból.